Tavaly hagyományteremtő célra szervezték meg Jászárok szálláson az első süteménysütő versenyt, amelynek pozitív fogadtatása volt. A 2023-as árokszállás süteménye címet Kis Gyuláné Ilcsi Fincsie nyerte el. Amikor már kimondták a nevem, akkor is úgy noszogattak a körülöttem levők, hogy hát menjek, mert volt egy ismerősöm, akivel együtt jöttünk, és hát te vagy, és le voltam teljesen döbbenve, hogy én, hát most van itt olyan csodálatos torták voltak, tényleg meg sütik meg minden, és akkor pont én, úgyhogy nagy meglepetés volt. Kis Gyuláné a lányai noszogatására indult el a versenyen, és nyerte azt meg. Így idén a zsűriasztal amatőr cukrásza ő lett, aki üzent is a sütni vágyóknak. Mérettessék meg magukat mindenképpen, mert megér, és tényleg ez egy önigazolás maguknak, hogy én ezt meg tudom csinálni. Idén sem ment el a kedve az árokszállásiaknak az édes alkotások létrehozásától. A tavalyi év után így van, ismét meghirdettük ezt a fantasztikus sütésütő versenyt itt Jászárok szálláson, amelynek el kell mondani, hogy az értelmi szerzője még a tavalyi évben Kis Simonné, Goda Éva és Pető Judit képviselő asszonyok voltak, és tavaly rendeztük meg először, és idén szintén ugyanez a versenyző szám jött be, ami tavaly is nevezett. Nyilván voltak változások, benne résztvevők változtak, 20 nevezés érkezett be, és ma ide a sütemény sütő versenynek a napjára, a helyszínére 18 pályamű érkezett, amelyet szakértő zsűrizett. A zsűri idén a tavalyi győztes mellett Dékányné Móczár Edit mestercukrász és Tóth Tamás kiváló kereskedő, ezüst koszorús mesteri kitüntetett cukrász volt. Nagyon sok szép és finom süteményt kóstolhattunk, mindenki úgy gondolom, hogy maximálisan kitett magáért. Én teljes mértékben meg vagyok elégedve a tapasztalatukkal. A dicséretek mellett tanácsokat is kaptak a jelenlévő versenyzők. Én csak annyit mondanák, hogy egy kicsit kevesebb cukrot. Túl édes. Igen, ezt tapasztalatok. Akkor, hát meg természetes alapanyag, mint ahogy el is mondtál. Kevesebb aroma. Hát egyébként minden íz lett. A szépkorú versenyzők mellett gyermekek alkotása is versenyeztek november 9-én. A hagyományos és modern ízvilág is megjelent a pályaművekben. Végül a zsűri egyhangúan döntött. Árokszállás süteménye cím 2024-ben címnyertese Géci Jánosné. A rendezvény végén mindenki megkóstolhatta a beérkezett 18 süteményt, köztük a győztes Móczár szeletet is. Hiszen ne feledjék. Egy huncut bölcsességet árulnék el nektek. A házi sütékben nincsen kalória. Ehetjük bátran, a fülbevalónk mindig ott fog lenni, tehát nem fog kibővülni, vagy akármi.